Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és hát az utóbbi időben úgy néz ki, a Sigma belehúzott az objektív gyártásba, és több remek optikával bővült a család, viszont amit most jelentettek be, és itt van a kezembe, az talán mindközül a legérdekesebb a legtöbb ember számára, hiszen nem másról van szó, mint az új 50 mm-es f1.2-es fix objektívről, amiről gyakorlatilag elmondható, hogy minden szempontból a legjobb választás lesz ebben a kategóriában, de ne szaladjunk ennyire előre, mutatom is, hogy miért. Technikai adatok nagyon gyorsan, csak hogy lássuk, miről is beszélünk. Full frame-es objektívről van szó, ami Leica L és Sony E bajonetre érkezik, és ami 745 grammjával jelenleg a legkönnyebb 50 mm-es 1.2-es objektív, tehát még a Sony verziót is majdnem 40 grammal veri. Kiterjedésre is abszolút kompakt és nagyon jó egyensúlyban van a modern Miltz vázakkal párosítva. Kialakításban a szokásos Sigma tulajdonságok, tehát ALF-MF kapcsoló, ALF-el programozható funkciógomb és két kapcsoló a rekesz gyűrű állítására, amiből az egyikkel lokkoljuk a gyűrűt, a másikkal annak folyamatosságát vagy az értékekbe ugrását szabályozhatjuk. Elől egy jó széles fókuszgyűrűt találunk, ami finoman és precízen állítható. Szűrőátmérő 72 mm, az objektívhez tartozó napellenző pedig a kattanás után tökéletesen és nagyon stabilan rögzül az objektívhez. Nem volt nagyon sok időm tesztképeket készíteni, viszont unokaöcsém egy éves szülinapján azért kattintottam párat, és még egy kismama fotózás alkalmával is sikerült kipróbálnom, úgyhogy azért nézzünk meg ezekből néhányat. Aki fotózott már gyereket, az tudja, hogy ilyenkor nem csak a fotósnak kell gyorsnak lennie, de az autofókusznak is, hiszen a gyerekek folyamatos mozgásában óriási előny, ha megbízható és gyors az objektív fókuszrendszere. Később mutatok konkrét fókusztesztet, így csak annyit fűznék hozzá, hogy végig 1.2-n fotóztam, és egyetlen egy kép sem lett életlen, mindig tökéletesen a szem volt tűéles. A jó autofókusz mellett persze az is segített, hogy mivel több fényt tudtam beengedni hála az 1.2-es rekesznek, ezért gyorsabb záridővel tudtam fotózni, anélkül, hogy nagyon fel kelljen mennem ISO-ban, és anélkül, hogy emiatt zajos lesz a kép. Az 50 mm és az f1.2 pedig elég rendesen megteszi a hatását, ahogy látjátok, nagyon komoly háttérelmosást eredményez, és a kiemelésnek is egy picit extrémebb érzete van, hiszen a portré alanyunknak ilyen rekesz mellett szinte tényleg csak a szemei élesek, sőt egy kicsit elfordulva már csak az a szem, amire éppen fókuszáltunk. A kismama fotózáson sem csalódtam az objektívben, nagyon jó tapasztalat volt vele fotózni, igaz itt nem annyira használtam ki az 1.2-t, hiszen két embert fotóztam, és ilyen kis mélységéles mellett nagyon nehéz lett volna mindkettőjüket élesen tartani. Ráadásul itt olyan sok fényünk volt, hogy 100-as ISO-val és 1/8000 záridővel egyszerűen túl lett volna exponálva a kép 1.2-es rekesz mellett, és ND-szűrő hiányában amúgy is muszáj volt lerekeszelnem picit. De egyáltalán nem bántam, hiszen f2 és f2.8 közötti rekeszekkel használva olyan élességet kaptam, amit eddig nagyon kevés objektívnél érzékeltem. Nem véletlenül árt optikáról beszélünk, hiszen már teljes nyíláson 1.2-n is gyönyörű éles képe van, olyan jó, hogy igazából egy-két fényértéket lerekeszelve is alig látszik a különbség. Az éleség példátlan, de akkor mi a helyzet az előbb említett autofókusszal? Hát az van, hogy szerintem sosem volt ilyen igaz az a mondatom, hogy szinte semmi különbség nincs a modern Sigma és a natív Sony objektívek autofókusza között, mint most. Fotómódban abszolút azonnal vált a közelponttól a végtelenbe, bármiféle focus hunting nélkül. Eközben ráadásul teljesen hangtalan, de most nem csak úgy, hogyha a füledet odarakod, akkor azért hallod, hanem tényleg teljesen hangtalan. Videómódban 1.2-es rekesszel úgy húzta futás közben a szememre az élességet, hogy biztos, hogy nagyon sok fókuszpuller megizzadna, ha ezt manuálisan kellene megcsinálni. Egy szó mint száz, kifogástalan autofókusz terén is az objektív. Közelpontja nem túl extrém, elvégre egy 50 mm-es objektívről beszélünk, tehát makróképeket azért nem fogunk vele készíteni, de a közelpontot maximálisan kihasználva azért gyönyörű szép tárgyat kiemelő fotókat tudunk készíteni, és fantasztikus háttérelmosást kapunk, ami olyan homogén és tiszta, amit szintén nem sokszor tapasztal meg az ember. Ez egyébként abszolút nem véletlen, hiszen az objektív rekesze 13, azaz 13 darab lamellából áll össze, ami abszolút egyedi ebben a kategóriában. Ha videóra szeretnénk használni egy objektívet, akkor a focus breeding egy kritikus pont lehet, viszont szerencsére ez is elég jól van kezelve ennél az objektívnél, és bár látunk minimális légzést, de egyáltalán nem mondanám komolynak, és még a legnagyobb átélezéseknél sem túlságosan zavar. Való.
Na de akkor a lényeg, hogy kinek javaslom ezt az objektívet és milyen célra. Az az igazság, hogy ezt az optikát mindenkinek tudom ajánlani, és igazából bármilyen célra használható az 50 mm-es gyújtótávolságából fakadóan. Optikailag szinte tökéletes. 1.2-es rekesz mellett is tűéles, hihetetlen gyors autofókusszal rendelkezik, jelenleg a legkönnyebb 1.2-es 50 mm-es a piacon, és olyan szép egységes háttérelmosást eredményez, amit nem láttam még sokszor. Mindez 600 ezer forintért, ami egyáltalán nem sok egy ilyen jellegű objektívért, hiszen a Sony-s verzió 830 ezer forint, és szinte semmilyen kategóriában nem jobb, mint ez az új Sigma. Szerintem ezen a ponton nem kérdés, hogy a Sigmát érdemes választani, és megspórolunk 230 ezer forintot, viszont a jóval fontosabb kérdés, hogy vajon szükségünk van-e az 1.2-es fényerőre, és akkor-e a különbség az 1.4 vagy akár az 1.8 között. Ezt viszont mindenkinek magának kell eldönteni, hogy megírja a felárat, mert simán lehet, hogy sokaknak tökéletesen elegendő az 1.4 vagy az 1.8-as fényerősség. Én személy szerint látok valami különlegességet az 1.2-es képeken, és ahogyan rajzol ez az objektív, ezért ha nem is most azonnal, de később el tudom képzelni, hogy hát le lesz cserélve a jó öreg Sony 55 mm-es 1.8-as objektívem erre a csodára. Úgyhogy ebben a videóban ennyit szerettem volna elmondani, ha tetszett vagy hasznosnak találtad, akkor kérlek jelezd nekem ezt egy like formájában, iratkozz fel a csatornámra, hogy le ne maradj a hasonló tartalmakról, és mindenképp írd meg kommentben a véleményed erről az objektívről, és hogy te kihasználnád-e az 1.2-es fényerőt, vagy bőven elég lenne az 1.4 vagy az 1.8. Köszi a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!